And the most important question, why don't you wear a bikini? Tonight's gonna be a wild night, it'll be the highlight moment of our life. Eye to eye, that's how we gon' ride. Side by side, that's how we gon' shine. Everybody ready, alright, let's go. Far from ordinary, no worries, let's roll. From the east to the west, sunrise, sunset. Time to have a wild night, so let's. Na sziasztok, megérkeztünk a Lupa Beach-re, itt vagyunk a bejáratnál, úgyhogy coming soon. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Team Sportaholic. Mondd el, mi történik. Hát ez a helyzet, hogy leszálltunk a hévről, és megjártuk, megláttuk ezt a csodás járművet, és úgy döntöttünk, hogy ezzel fogunk menni a Lupa Beach-re. Hát, fél óra lett volna a sétálás. Mi nagyon fitnessek vagyunk a sétához. Igen, most érkeztem meg a bejárathoz. With me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put that on the jukebox, got up to dancing. She played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. So baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Most 20 óra megisszuk. Nem, nem jó. Sziasztok! Bajtek rajongó vagyok, és nagyon szeretnék egy ilyen shakert kérni. Mit kell megtennem érte, hogy ezt megkaphassam? Ennek semmi akadálya, különböző challenge-eink vannak. Valahogy meg kell mutatni, hogy mennyire vagy fit. Fél óra lett volna a sétálás. Például csinálj mondjuk 10 googolás, vagy itt van hátul a húzóckodó részlegünk. Rendben, akkor a googolás választanám, és akkor nézzük meg, hogy sikerül-e véghez vinni. Nézzük. Ez nagyon hiteles volt. Jó volt? Én elhitte, persze. Valahogy kapaszkodni kell. Akkor megkapjátok, sőt, mivel nehezített volt a feladat, ezért mindketten kaptok egy-egy pályotekusa sékert, választhatok a színekből. Na sziasztok, itt vagyunk a Lupa Beach-en, a Biotech USA által megrendezett Beach Buddy-n, ahol különböző standokat találhatunk, meg lehet kóstolni a legújabb termékeket, most éppen elkezdődött a testépítő verseny, de volt egyébként súlyemelő verseny is, szóval mindenféle érdekes programokkal várják itt a résztvevőket, nem is beszélve erről a strandról itt mögöttem. Sziasztok! Nagyon jó a hangulat, nagyon élvezetes itt lenni. Én fitness versenyző vagyok, 5 éve kezdtem el először fitnesszel foglalkozni. Világbajnokságon 2-szer voltam második, illetve Európa-bajnokságon 1-szer második. De amire a legbüszkébb vagyok az, hogy az Arnold klasszikot megnyertem 2016-ban. Akkor elmondom a titkát a Krisztiánnak, meg kell mutatni szépen a fürdőnadrágját. Ilyen kis... Felső simuló, magamnak varrasztam. Olaszos, gigolós, a haj az. Követőket gyűjtök.
Talán emlékeztek Katára a Top 10 fenék gyakorlatos videóból. Kata, nice to see you. Hi again. What do you think of the event? How do you feel yourself? Do you enjoy it? So far it has been really good. The weather has been so nice and all the activities here today seem to be amazing. We have a lot of competitors, a great beach. Did you swim? I did not take a swim yet. Maybe then. The most important question, why don't you wear a bikini? Something called off-season, and I don't feel so comfortable at the moment. We can imagine. Okay, yeah. Thank you. Sziasztok! Itt van velünk Balogh Robin. Sziasztok! Az lenne a kérdésünk, hogy hogy érzed ezt az eseményt itt a Lupa Beach-en, és hogy tulajdonképpen készítettél valakit ide a versenyre? Nagyon jól érzem magam, ez most már zsinórban a harmadik év, mikor a Biotekusával szerepelek a Beachbody eseményen. Minden évben nagyon jó, de rengeteg érdeklődő van, illetve minden évben versenyzőket készítek a Beachbody versenyre. Tovább szeretnénk foggatni téged a tavaszi versenyekről. Mesélne nekünk erről ezt? Egy kicsikét kérlek. Igen, két versenyen indultam a tavaszi szezonban. Mindkét versenyen hát sikerült hozni a megszokott második helyet, ami most már zsinórban a hatodik ezüstérrel, ami egy kicsit idegesítő számomra, mert ez volt az egyik nagy tervem és nagy álmom, hogy most már sikerüljön végre az aranyat is elhoznom a profi mezőnyben. De végül is nem vagyok csalódott, mert ezzel a két második helyen bebiztosítottam az olimpiai kvalifikációmat. Tehát 8 hét múlva ismét Las Vegas, Mr. Olympia, és ez most már a második alkalom, hogy szerepelhetek ezen a versenyen. Reméljük a közeljövőben meg fog történni ez az áttörés számodra. Köszönjük szépen akkor a beszélgetést, és akkor reméljük, hogy sikerülni fog neked a közeljövőben az első hely. Szépen. Köszönjük. Sziasztok, itt van velem Kis Virág, biztos vagyok benne, hogy senkinek sem kell bemutatni. Virág, hogy érzed magad ezen a rendezvényen? Hogy sikerült szerinted a verseny, illetve a ti verseny, vagy a te versenyzőid hogyan szerepeltek? Egyet nagyon örülök, hogy nem szakadt ránk az ég, és nem esett az eső, ez egy. Igen, a másik az, hogy nagyon elfáradtam, hosszú napon volt, nyár 7-8-kor itt voltunk kint, most ért véget a rendezvény. Örülök, hogy ennyien kilátogattatok és szurkoltatok és drukkoltatok, akár a csapatomnak, akár a ti kedves ismerőseiteknek. Ezért nagyon boldog vagyok, ugyanis mi most debütáltunk, és men's fizik kategóriába elhoztunk egy harmadik helyet. Bikini talent ugye az azt jelenti, hogy aki még életében nem állt színpadon, elhoztunk egy harmadik és egy első helyet, és bikini openbe, tehát hogy az összes bikini magasság az egyszer állt a színpadon, ott is elhoztuk az első helyet, úgyhogy szerintem ennél gyönyörűbben nem is tudtunk volna indítani. Legközben negyedik, ötödik helyezett is, és rájuk is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy most a következő lépés az majd az lesz, hogy őszre készülünk, ugyanilyen lendülettel, és nagyon reméljük, hogy ott is hasonlóan fogunk majd szép eredményeket elérni. Na hát nagyon gratulálunk, köszönjük szépen, és jó szórakozást további. Na, ennyi lett volna ez a Lupa Beach-es videó, reméljük, hogy tetszett nektek. Tényleg tudjuk ajánlani ezt a rendezvényt egyébként, mert nagyon hangulatos, nagyon sokféle program van, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy reméljük, hogy élveztétek, és hát tudjátok, hamarosan jelentkezünk a következő videóval. Sziasztok! A kardió visszafele sem játszik. 9999.